Na sziasztok, srácok! Péntek délután, hát már most negyed órából, szóval dél elmúlt, 12-15 péntek van, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit, gyerekek! Tegnap láthattátok azt az őrületesen szenvedős gépösszeszerelést. Meg lett az eredménye. Meg lett az eredménye, mutatom. Azt mondja, hogy ma... Ezzel, illetve úgy de jó, hogy kék háttere van. Ezzel a játékkal fogunk játszani. Ez a King of the Road, ez 2002-ben jelent meg. És a minimum gépigénye egy Pentium 2-es 350 MHz, 64 MB RAM-mal, Windows 95-98 Millennium Edition-nön fut, 40 MB hely kell neki ez a minimum, egy 4x CD meghajtó, 8 megás videókártyával, illetve DirectX 8 kompatibilitású hangkártya. Nem tudom mi, mindegy. Szóval ez lesz. Összeaplikáltam a Avermédiával, úgyhogy jó lesz. Gyerekek, viszont 2 órakor, 14 órakor fogjuk majd Robinnal rendezni a kínai nagydíjat. Nem este lesz, hanem most délután. És elfelejtettem kiírni itt a nagy szerelés közepette, tehát 14 órakor lesz Kína. Na, de akkor én ezt itt átkapcsolom a nagy monitort. Felszereltem a régi kormányt. Tehát ez most a Logitech, mi ez, Formula Force EX, ugye az a régi kormányom. Ezzel fogom tolni a King of the Road-ot, úgyhogy királyság. Na, és akkor azt mondja, hogy ja, emelmizével kell indítani. Nem tudom, hogy mennyire lesz stabil, néha kiszokott lépkedni maga a játék. De elvileg már indul is. Nem soká ti is látni fogjátok, ha minden igaz. Felbontást azt mindig állítgatni kell. Na, elnyomom az intrót. Jó. Egy fél másodperc. Úgy, hogy nem egyszerű ám ez a történet. Itt a felbontásokat az Avermédiában nagyon állítgatni kell. Valami képet adjon, meg ilyeneket adjon. De utána már jó szokott lenni. Csak még be nem tölt, addig vicces. Remélem jó lesz egyébként. Jajjaj. Mindjárt betölt. Igen. Na, valami ki is dobott. Valami gáz van a játékkal egyébként, nem tudom mi a franc, miért lépked ki. Valami kilépked. Az előbb is szenvedtem vele, de aztán úgy jó, nem volt a legun. Mert kevés neki a izé? Kevés neki a... De nem, a 256 megarom, az tökéletesen jó. 1024x768. Ötezer néző. Ja, az király van. Ugye megnézem, mi a rák. Mi a rák? Nem lett átírva ez a kis buta? Azt se tudom már, melyik billentyűzet ez, meg melyik amaz. Na, át van írva. Jó.
Jó, hát csak a izét engedi. 800x600-os felbontás, nem tudom milyen lesz úgy. Tudok őt egyáltalán kiválasztani? Ki tudok. Na, nekem már itt van. Csak nektek még nem jelent meg. Behányt az Aver Medium valamiért. Mire elindult volna a live, itt live alatt leteszteltem, jó volt, live előtt. És most mikor elindítom, akkor meg szar. Várjatok. Mindjárt. Na! Ez az! Jaj! Ezt felvesszük. Ja, akkor megyünk. Hova? Windcliff. Windcliffbe megyek. Ez az hol? Ó, bazd meg, jó messze van. Várj, most nekem zöld. Sárga. Jó lesz az nekem. Na. Hihi, gyerekek! King of the road van. Nem tudom, megcsinálom. Van hang, van minden, ugye? Rendi kell. Ó, gyerekek, ez nagyon szuper kis játék. Most jelenleg egyébként egy Zillen van, ha minden igaz. Na, közben mesélek. Úgy néz ki a történet, ugye, hogy most úgy szereltem össze itt a történetet, hogy ugye van a gép, van az a szuper számítógép, amit tegnap sikerült a szemétből összerakni. És... Szevasz! És ráment ugye az XP, ez a 60-nal lehet, megy meg 58-a, jó. Szóval XP, és a videókártya egy átalakító segítségével, ami a VGA-t átalakítja, hát, na itt végig a korlátozás, akkor lehet nyomatni. Átalakítja HDMI-vé, és ez a jel megy be a Avermin-nál. Na már, na megint 60-nal lehet csak. Hova hajtasz? Na. Én gátul jövök én. A fiú nagyon gátul. És... megvolt a kép. Tehát azzal meglett a kép. Utána meg a hangot kellett meg átvinni, az meg a hangkártyából jött át szintén az Aver Mediából, az végül is egy nagy baszint, az nem volt végül is. Most az volt még a baj, hogy a játék az nagyon ilyen egypontulás volt, mert ugye eredeti lemez, és még keresnem kellett hozzá patchet, és volt hozzá hál' Isten egy patch, és azt most felrakom, és láthatjátok, most már tökéletes minden. Úgyhogy jó. Úgyhogy most a régi szemétgépről megy, ez a kis szemétjár. Várj, nekem merre kell menni? Mercury, Foodfield, várj, merre van? Szóval Foodfield fele kell menni, át River Valley, át Eastwood, Foodfield, akkor arra jó van. Jó. Na, nem semmi. Nem biztos, nem? Jó van. Szóval, nézd, 34-en vagytok, 3-en majd vagy, lesz ez több is. OSB. Jaj, hát igen, a OSB az most ugye nem... Vizé, mert ott az Aver Media képét kell neki látni, tehát teljesen mindegy, hogy mit vetítek rá, az ő látja így is, úgyis, tehát nem kell. Egyébként körülbelül nézem a kérdéseket. Ja, az de cool. Ugye? Nagyon fenny. Ennyire megyek 58-al. Kicsit hangos hozzá képest a kamion. Azt mondják? Hát azon tudok állítani, mert most ugye bármikor bele tudok visszakulni, mert ahol van itt testvérem, tessék. Így jó. Lejjebb vettem. Mert ugye a másik gépen, az csak stream. Az UAZ, a rendes gamer gép, tehát a
ötös gép az most ugye az csak kiküldi nektek a témát. Maga a játék ugye a Pentium 3-ason megy. Vagy Pentium 2-es. Szerintem az még csak Pentium 2-es. 1 GHz. 1 GHz az... Hát lehet Pentium 3-os. Inkább 3-os. Szóval na, lejjebb is vettük. Hopp. Most itt merre kell menni? Van erre eladó kamion. Merkur. Milyen Merkur? Most arra kell menni. Állj már meg. Itt nekem le kell mennem. Ja. Ja, le. Lámpa. Ja, szembe is van. Jó van. Na, indulás. Ide jó. Riverside, motherfucker. Ennél egy picit lehetne hangosabb, de így legalább jól hallak. Hát figyelj, semmi akadály, akkor visszafúrom. Kicsit így. Teljes mértékben be lehet állítani hozzátok, ahogy akarjátok. Nagyon full hill felmegyek. Fasz. De. Jó. Még azok a nevette. Jobb, mint az ATS? Hát, van akkor a térkép, ha azt nézik. Nagyon nagy. Jó reggel, Istenem, életem egyik meghatározó játék. Hát de jó, nekem is. Nagyon jó volt. Hiszen a kezés váltsát kis 4x4-es, hogy oldhatod azzal, hogy... Ja, tudom, van autó is, van sima kocsi is. Á, de most gyerek, itt az ill. Az ill a lényeg. Hol a kamera? Ahogy van-e? Hát mi ez? Milyen jó kis ill téma ez. Hol van? Vagy hosszú ill. Adjad neki. Jaj, valaki nem fér el tőlem. Jó van az. Hopp, most előzd meg a kamaz. És lebeg rajta a rakomány, nem? De nem baj, ez jó. Rendőr. Jó napot. Ráfékezett. Na! Én meg átmentem a piroson. Meg kell állni. Megbüntet a rendőr. Na várjál. Faszom belég. Hon vagy már? Azt rommá törte valaki. Hát azért ennyire nem durva. Mi az E39-es BMW-vel? Jó, még helikopter, mert átjöttem egy lámpán, hagyjatok már. Fine for driving through red light. Jó, van az nekem. ETS-2-ben mit kapnánk akkor? Látok ki a zoomon? Zoom fel is ködni valami? Kéne nekem egy tükör. Nincsen tükör. Tudom, hogy mivel lehet bekapcsolni esetleg. Visszapillantó tükör. Mi a fasz van már megint mellettem? Mi van? Hát egy büdös csicska. Ja, összeakadtam vele, de nem látom, hát ez olyan hülye tükör, nincs tükör. Van tükör. Mi a helikopter már sasol. Tökéletes, jó, oké. De vannak fasz a föld alatti utak keleten. Földutak, ja, van földút. De van föld alatti út is tényleg. És ilyen izé, menjünk át Mexikóba. Jaj, innen szedte az ajakót. Ez terzi. Jó. De hol járunk? Mindenki olyanokat fékez, ha meglát, mi az Istenért? Ilyen félelmetesen jövök, hogy olyanokat ráfékeznek. Nem soká lesz egy izé, benzinkúz. Az minket nem nagyon érdekel. Utól kéne érni a többieket, mert mindenki megelőzött. Mert van ilyen verseny is. Felül írja a jobb felső sarokba, hogy hatodik vagyok a hatból. 20 percünk van odaérni. Most egy kicsit itt megveretjük az öregnek. Csak itt elszálljunk. Itt az a baj. Jaj, itt 100 felett nagyon tud borulni a történet. Rád küldik a nemzeti gárdát, hogy szaros piros lábba miért? Így szokták.
Itt nincs lacapata. Jaj, viszont van éles alagút. Ahol járnak a többiek? Amíg utolérek egyet. Jaj, rendőr! Nem láttam sebességkorlátozást, úgyhogy veretjük. Utól akarom érni azt a szemétvádát, amelyik ott nagyon jött. Ott megy. Félre az útba! Ez a rakomány sincs, mi az Istennek, hogy most megy. Csőrös. Az. Na, mindig hatodik vagyok, akkor ez nem számított a versenybe bele. Vigyázz! Összetörlek. Ügös kicsába. Jaj, jön az autópálya. Jaj, a kanyargós. Hihi, gyerekek. Jaj, nem bírom bevenni, nem bírom bevenni. Ajaj. Mi? Riverside, motherfucker. Mit csinál az a busz? Megbolondult. Zöld, sárga, ott a rendőr. Azt a busz átmegy. Na? Hú. Az igen. Ó, elment a körök életre. Így nem érünk tőle őket. Eléggé sír, előtte vagy simán letolagyod. Hát igen. Nem foglalkozunk ilyenekkel. A bömös meg mindjárt kigyullad, vagy mit csinál? Úgy van. Látom a busz az eddig szer... Jaj, rendőr úr, nem véletlen volt. Mennyivel veretjük? 111-jel. Uhú! Hajtás van. Mi van kis Suzuki? De mi ez? Nem, valami más volt. Jó van. Ja, Norvi. Ugye felborulok, 133-mal pergetjük neki. Benzin? Ó, bírja. Megint kis zillem. Kapja az ipart. Riverbel, merre kell menni? Dehogy arra, várj nekem, jó fele jó. Semféle Riverbel, akkor visszafele menni. Tiszteletéhes 2B-t, megy le a nap. Annyi különbséggel, hogy a ETS 2 az 10 évvel később jött ki, mint ez. Ó, menni egy szerencsétlen. Na mi van? Ó, ne kacsázz! Ó, cargo damage. Kurva anyját. Az satú volt. A kis kamazzal. Na, már ötödikek vagyunk. Hurry up! You are the fourth. Na, már negyedikek vagyunk. Jó lesz ez. Megyünk. És azt nézem, hogy majd Eastwood fel kell menni. Eastwood, Clint Eastwood fel kell menni. Ó, itt van. Eastwood, le kell menni. Öcskös, mennyivel mennek ezek lefele? Hú-hú. Kajak sok hasonlóság lehet fel. Ja. Ja, várj, már a lámpát nem kapcsoltam. Melyik van? Térképen? Aha, megmagyarázom.
Na gyerünk, Eastwood fejünk. Ó, már harmadikok vagyunk. Jaj, menj jaj. Lesz egy élet balos. Nem lesz az olyan élet. Jaj. Úgy. Na már harmadikok vagyunk. Jó lesz, jó lesz. Itt vagy a második. Bepergetjük az góva. Az a jó, ha nagyobb féket, meg legalább utól tudom élni. Ó, elfogyott az erő. Nincs power. Új, most meg nyomja a képenbe a füstöt, a dízel, folyt. Folyt, mester. Hát, ez poweresebb az a kamion. Nem baj, majd lejtő lefele. Adjad neki. Zilljóska. Rendőr! Nem zavarj, hogy százal jöttünk. Na, de akkor jó. Olyanokat ráfékez. Ó, bepuszilta az ébuszt! Second! Úgy van. Hogy becsókolta a buszt. Itt olyan érzésre van, mint a banános Joe, mikor izé, kamion versenyez meg a legelején. Itt is a gyújtó gyertya lesz a hibát. Hát ez nem Ferrari gyereket, csak egy Zill. Zill, ami nem kanyarodik olyan jól. Hát az elsőt nem érem utolod, nagyon elmenni. Mit csinál? Mi a szállítmány? Tudja a fel. Meg nem mondom neked. Azt tudom most így hirtelen melyik gombra van állít. Nem tudom. Hoppa. Ajron érünk, majd kiderül. Hát az első ma ott van. Windcliff. Egy balra van. Hogy itt kell. Itt én beveretem. Jaj, 20 fejű. Mi villog? Kifogy a benzin, nem van. Nem baj, kirakodunk. Úgy is van. Cargo damage, ezért jó van az. Csináltunk 6000-et. Vigyünk szappant? Szent Helena. Ez hol van? Oh, innen. Vigyünk. Oké. Okay. Szent Helena fejűsködés. Jó, messzi lesz. Mi van akkor, ha nem állok meg a rendőrnek? Na, majd megnézzük. Kifogyott. Ennyi. Indul! Ó, ezt nem is kicentíztem. Az meg! Meg kell tolni. Nem csodálatos kis gép ez az? Nézd, milyen jó. Még úgy gondolom, a lámpafény így látszik, hogy van előtte a levegő. Hopp. Nagyon szuper. Nem indult tényleg? Mögöttem levő, nem akar segíteni? Valamit lehet baszni, valami CB-skedés lehet, nem? Várjatok. Már nem emlékszem rá. Ó, van izé. Ó, van visszapillantó. Nagyon jó. Térkép. Hopp. Igen. Jó lesz már. Valaki biztos tud segíteni.
Na, a visszapillantó gomb az nagyon jól megvan. Nem lesz vele rosszabb. A lámpa, igen. Biztos, hogy tud valaki valami helpet nyomni. Melyik ez a M betű? Semmi? Ó, mi a zoom van itt, te fiú? Igen, ennyi? Nincs több gomb. Escape? Ott van. 9-11. Na, 1200-ba került ez a kis történet. Várjatok, merre kell menni? Meg kell fordulni, nem? Jó fele megyek? A büdös fasz megyek én jó fele. Tuti belefordulok valakibe. Nem, jó. Na, mi van benzinkút fejű? Mennyit kaptam? 3 csíkot. Az mit csinál? Az a hold bolond. Na jó van. Valahol tankolunk. Ó, bazd meg, nem lesz elég a benzin. Amoda lett. Erre nagyon vissza kell volna menni. Ne baj, meg vissza lejtő. Látom, hogy autóm gaz van. Már kikapcsolom a motort. Úgy jövünk 180 lefelé a motor közével, mint a húzó. Nincs sem motorfék sem. Ez nagyon gazdaságos, figyeled. Nem kell itt félni. Hibrid. Hibrid kamion. Ezért fogyasztott ez ilyen sokat, hát felfelé jöttünk a hegyen. Hogy veretjük lefele 94-jel? Semmi izé. Meg még előzünk is. Mi van, öcskös? Hangtalanul suhanunk. Diri-diri-diri. Ennyi. Mi az Isten járványa ez? Wuhú! Szevasz, Pajti, mi van? Ó, milyen spéci kis Volkswagened van, letollak. Ott egy izé. Ott egy pót. Azt nem visszük el sehova. Le lehet vágni az utat. Hogy? Újt már kell a motor. Indulj! Ez az. Na megörülök, ha így is fogyott. Két csík. És sehol nincs benzinkút. Sehol a környéken nincs benzinkút. Ezt hogy képzelték? Ó, itt megint lefele megyünk. Hopp. Spórolás. Jók ezek a hegyi utak. Van valami zene? Játékban? Hadd nézem már. Sound fejű. Hogyne volna. Hát az izért itt nekem. Ja. Én még nem kapcsoltam vissza ezt. Ó, benzinkút! Nem, ez csak repa ír. Az nekünk nem jó. Milyen is benzinkút sehol? Vitt móka, hely! Kapcsoljuk vissza.
ahol lejöttünk. Zöld? Zöld. Öcskös! Mi van? Túl zöld volt. Lekoptatom a rendőrt. Wow! Csúnya szalagkorlát. Na, követ? Nem látom a visszapillantókot. Úgyhogy stop the vehicle, köthet nyugodtan. Mondom, ezt elég a benzin, bazd. Ebben olyanok a fák, mint az F1-ben. Ja, és ez 15 évvel ezelőtti fa. Úr, a GS33-ba el kéne jutni valahogy. Még van egy kockánk. Mögöttünk nagyon jönnek. Ó, eljutottunk! Úgy bizony. Full. Full ragd. Úgy van. Azt a tánkolós kurvege. Forzának már semmi baja nincsen gyerekek elvileg, nem volt lefrissítve a játék. Nem voltam itthon. A áruház meg csak akkor frissít, ha elindítod, én meg sose indítom el az áruházat. Na, negyedikek vagyunk, nem baj, tankolni kell. Ez rendőrkocsi van mögött? Még lehet az, ami stop the vehicle között. Nem biztos. Micsoda alagút rendszere. Az a visszapillantó tükör elég érdekes helyen van, de legalább valami van. Az köz elindul, aztán ez megy, mint a vesztés. Itt nem volt sebességkorlátozás. Semmi. Ó, mi milyen autópálya hallod? Úristen, nagyon North Harbor. Úgy van, fiúk. Az szép volt. 120. És veretjük tovább. Éles kanyar, az nem jó. Két kerék, nátom, mindenen át. Hát ez egy zia, gyerekek. Nincs megállás. Ráadásul mennyi 8 sávos. Tehát aztán lehet menni össze-vissza. Na, most már leszünk bajba, mert már ilyen kis betonkockák vannak. Gyárt a tengerbe kötsz ki. Nem úgy van,
Ott viszont úgy látom, út bontás van. A rohadás álljon bele. Nem jó fele jöttünk? Útbontás fejűskörés lesz. Én keresztül megyek rajta, szarom le az útbontás. Na. Mi ez? Úgy bizony. Közel a tenger, barátom, majdnem belehajtottál vele, látod, látod. Apátok itt jön. Úgy bizony. Hopp, kisebb fajta dugó alakult ott ki. Béles kanyar. Barátom nem bírta bevenni. Hol van itt útjavítás? Most érünk oda. Ja, itt ez a kis... Ez... Egy kis úthenger. Ettől postatok. Jó. Ja, Istenem. Gyönyörű. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű volt. Hú. Hát ez ütött. Ez ütött így a végére. Na jó van, gyerekek, hát nagyjából erről lesz majd itt szó. Mindenféleképpen szeretnék majd ezzel egy azért egy karrierszerűséget majd leművelni. Jaj, Istenem, azt hittem tényleg átugorja. Na mindegy. Tényleg. Majd fogom folytatni akkor ezt is, meg elkezdem akkor normálisan, és akkor felfejlesztjük magunkat, meg majd veszek kamionokat, meg mit tudom én, bérelek fel embereket, meg mit tudom én, mert lehet ugye minden, és akkor majd lesz ezzel is majd ilyen hülyes hülyéskedés. És a nyomassad már még a kis 4x4-esen. 4x4-es. Melyik az, hogy hogy kell? A kár? Azt választom ki? Ennyi? Mindjárt megnézem, hogy az mi. Jaj, kiégtem. Kiégtem egy életre ezzel. Na ez az. Hogy néz ez ki? Fiú! Ne! Áj! Ez nagyon-nagyon penge. Nagyon penge malac. Oh. Lehet vinni Martinit? No Martini, no party. Egyértelmű, hogy visszük. Hova kell? Greystone. Azt hiszem, hol van Greystone? Oh! Térgép legalja, Getty. Na jó, van akkor. Egy fene. Megnézzük még ezt. Szarunk le minden lámpát. Jaj! Hú, ez a kis kocsival lehet veretni nagyon. Mennek ilyek majd a rendőrök elő? Oké. Hú, azok búzik, azok már jól elmentek a többiek. Utolsó érem őket.
Mickey Jeep. Nagyon jó. Mi ez a 60? Milyen speed limit? Adjál már. Ki lettem tiltva a chatről, kaphatnék még egy esélyt. Hát Mihály, nem tudom egyébként, meg attól, hogy az a nevet, hogy Mihály, az ki vagy tiltva a chatről, de én ezzel aztán marha sok mindent tudok csinálni vele. A maximum akkor tudok csinálni ezzel bármit is, hogy a üzenetbe elküldöd a izét a YouTube csatornádnak a linkjét. De ezzel, hogy Mihály, az kész, most ezzel nagyon nem lehet mit kezdeni. Azt mondja, micsoda GS31 után veres le jobbra. Hol van a 31? Nézem csak. Hol van egy GS31? Az a 26-os. Olyanokat lehet erre, jaj, jobb fog! Olyanokat ezzel lehet driftelni, mint az állat. Ez nem fogja meg a izét. Mint a ETS-2, hogy le lehet menni az útról. Az komoly, hogy megy vele a kormányod? Hát gyerekek, ez a kormányod egy idős az a játékkal, úgyhogy... Na, nah, hogy megy vele. Vigyázat, menj, menj! Jó, az a robbanás hang, nem tudom. Food Hill után lesz, majd megnézzük. De beteg gyerekek, ez így még betegebb, mint 10 éve kamionnal. Hát itt azért keményen lehet veretni. Piros, gondoltam. Szevasz! Hol kell menni? Mit, hogy írtad? Jobbra kell majd Food Hill után? Na, Food Hill után vagyunk. Ott van GS31, oké. Milyen kanyar van itt a film? Hoppa, rendőr! Szarik ránk! Azt mondja, hát ez egy őrült! Nem értelem, milyen driftelni lehet menni. Ott a GS31, ott majd jobbra. Majd megnézzük mindjárt akkor. Előtte vagy utána kell menni jobbra. Van valami izé? Itt? Hol? Jobbra. Hát itt a hegy van, baszod. A hegy mellett itt van valami bekötőút. Ja, itt. Aha. Mi van, hegy? Ó, tényleg. Lemegyünk a térképből. Ó, jönnek erre a többiek is. Gedvások. Milyen nagy tartály volt itt. Rajzolja is az utat. Mi brutál. Ah!
hogy ez? Mi van? Indulj! Indulj, man! Fuck! Aha, TB. Figyel! Oh, van valaki? Nobody. Nobody listen to me. Hát, szopó van. Na jó van, gyerekek! Don't save. Jó lesz ez! Szóval... itt van a kis szuper számítógép, és akkor már itt fenn van ilyen Dark Colony, meg Grand Prix 3, meg Need for Speed Hot Pursuit 2, most ez. Itt van a Star Wars is, úgyhogy gyerekek, majd lesz itt retrózás, jó, majd lesznek ilyen kis hülyeségek is. Jó, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. 2 órakor akkor jövünk Robinnal a kínai nagydíjjal. Addig is mindenkinek jó étvágyat, jó hétvégét. Sziasztok!